Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. 13. alkalommal hirdette meg a Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyét, amelyre csaknem 100 terméket neveztek a magyar tulajdonú sütőipari vállalkozások. A szakmai szervezet idén is 3 kategóriában várta a termékeket. Az idei év Szent István napi kenyerét az 1991-ben alapított magyar családi tulajdonban álló Balmaz Sütőde Kft. Fejlesztette, de ugyanez a vállalkozás győzedelmeskedett az innovatív kenyér kategóriájában is. A versenyt és a különleges termékeket most Fülep Zsolt, a Balmaz Sütőde Kft. Ügyvezetője, a Magyar Pékszövetség alelnöke mutatja be részletesebben. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Először is gratulálok! Köszönjük szépen! A címhez. Milyen céllal hirdette meg a Pékszövetség ezt a versenyt annak idején? A Magyar Pékszövetség minden évben értékeli az átlagfogyasztás, hogy alakulnak a trendek, és egyértelműen látszott, hogy egy csökkenő napi fogyasztással szembesülünk évről évre. Ezért 15 évvel ezelőtt sikerült eldönteni, és a 13. évben sikerült ide bekapcsolódni. Megpróbáljuk a média központjába figyelmet felhívni a fontosságára a napi terméknek, a kenyérnek, és megpróbáljuk azt a fogyasztást egy picit emelni, azt a tévhitet, azt a hitet megváltoztatni a kedves fogyasztókba, ami az elmúlt időszakban kialakult a kenyérről. Nem csak a kenyérről, de általában a szénhidrát fogyasztásról. Általában a szénhidrátról így van, pedig a szénhidrátnak nagyon-nagyon fontos szerepe van a táplálkozásban. A mérték az, ami nem mindegy. Illetve a minősége, hogy milyen típusú szénhidrát. Így van, az is nagyon fontos, hogy mit is visz be az emberi szervezetbe. Azért eldöntötte a Pékszövetség, hogy egy versenyen keresztül próbálja meg a minőségi termékek fele irányítani a kedves fogyasztót, és ebben most már a kollégák is egyre jobban bekapcsolódnak. Egyre több vállalkozás látja azt, ennek a pozitiumát, ennek a megmérettetésnek, egyre szorosabb a verseny. Milyen szempontok szerint dönt a bíráló? Egy kétfordulós pályázat van, szakmabeliek döntenek az első körbe, kiválasztunk 12 terméket, és a második körben már bevonjuk a Nébiket, illetve a minisztériumot, mint fenntartó szervezetet, hogy igenis mondják el ők is a véleményüket a következő termékekről. Megnézzünk bérzetet, hézatot, külső megjelenést, eltarthatóságot, és nagyon fontos a gyárthatóság, hisz azért nagyon vannak bonyolult technológiák, amit azért nem minden üzem tud. Hisz ennek van egy további élete, aki a Magyar Pékszövetséggel szerződést köt, megkapja a teljes receptúrát, technológiát, és elkezdhet otthon gyártani, és lényegében a saját környezetének bemutathatja az ország kenyerét egy teljesen más megközelítésben. Ha már itt tartunk, mikor kapható majd ez a típusú kenyér az üzletekben? Igazodunk a kormányzat által meghirdetett budapesti programokhoz, így 18-án, augusztus 18-án az Ízek utcáján keresztül mutatjuk be ezeket a termékeket, a tortával együtt. Szembe vagyunk a tortával, megkóstolhatják. És a továbbiakban más sütődék is megkapják ennek a receptúráját. Így van, 20-a után a Magyar Pékszövetség honlapján elérhetőek azok a vásárlási pontok, ahol a kedves vásárló elérheti ezeket a termékeket. Miért pont ezt a 3 kategóriát választották a versenyzéshez? Először Szent István nap, Szent István naphoz igazodunk, új kenyér ünnepe, bár ez egy picit már most előrébb jön, de új kenyér ünnepe, ez adta az alapot. És utána, ahogy változott a gasztró, változott a környezet, változott a fogyasztói szokás, a Magyar Pékszövetségnek is változni kellett, és meghirdett az innovatív kategóriát, ahol igazodni szeretnénk pont ezekhez a változásokhoz, és elsősorban azokat a fogyasztókat megszólítani, akik elindultak egy másik úton. Kevesebb szénhidrátot szeretnék, picit más típusú szénhidrátot szeretnének magvakat bevinni, idén sajtot szeretnének jalapenyóval bevinni táplálkozás során. És nagyon nagy sikere van ezeknek a termékeknek, hisz azért látszik, hogy a polcokon is egyre több olyan termék van, ami a hagyományostól eltérő. Természetesen a hagyományos nagyon szeretnénk fenntartani, hisz az új kenyér ünnepe a magyar fogyasztásban még mindig a hagyományos kategória, hagyományos kovászolt kategóriába tudjuk csak elképzelni, viszont ehhez a világhoz még nekünk is alkalmazkodnunk kell, nem lehet félrerakni ezeket a változásokat. Nagyon szeretnénk azt, hogy ahogy változott a gasztronómia ízvilága, a megközelítése,
hogy ezek a termékek vissza tudjanak kerülni az asztalra, és akár előételként, akár főétel mellé el tudják fogyasztani ezeket a kenyértípusokat. Mitől egészségesek ezek a kenyerek? Amellett, hogy ugye azt említettük, hogy a szénhidrát típusa esetleg más-más fajta gabonából készül, vagy többféle gabonát bevisznek, például a kovász, az mitől teszi egészségessé a kenyeret? A bírálat során nagyon fontos szempont, lényeg, hogy kizáró szempont, csak kovászolt kenyeret fogyasztunk, vagy fogadunk be. Ez már eleve egy szűrő. Ma már kijelenthetjük a Debrecen Egyetemmel közösen végzett kutatásokra alapozó, hogy egy kovászolt kenyér prebiotikum. Ez egy olyan nagy szó azért ma, amit ebbe a megvilágításba még senki nem hozott, se a média, sem pedig senki nem hozott a felszínre. Szeretnénk ezt minél jobban kiaknázni. Ez azt jelenti, hogy a bélflórát támogatja. A bélflórát szeretnénk támogatni. Nagyon fontos szerepe van az érésidőnek. Mennél több az érésidőm, lényegében annál magasabb az enzimatikus folyamat, annál könnyebben emészthetővé válnak ezek a termékek. Valamikor ma már 8-12 óráig kovászoltak, és hogy már picit lekövessük ezeket a változásokat, a hagyományos Szent István napi kategóriába is például ez a termék már négyféle lisztet tartalmaz. Megjelent a teljes kiörlésű liszt, megjelent a rozsliszt. Hajdúságban azért ez például nem volt jellemző. Nagyon nehéz a zsűrinek a feladata, hisz a ország különböző pontjából táj jellegeket kell összehasonlítani, és abból kell kiválasztani azt, ami országosan majd képviselni fogja ezt az eseményt. Ezért nagyon fontos a kovásznak ízaroma szerepe. Végig kísér az egész terméket. Természetesen a kovásszal is tudni kell bánni, annak is van érésideje, annak is van, egy picit a kovásznak van lelke, egy picit figyelni kell rá, temperálni kell, sok-sok. És amikor megvan egy ilyen termékem, megvan egy jó kovászom, arra lehet elképzelni, hogy mit is szeretnék dagasztáskor felhasználni. Csak azt mondom, hogy búzalisztet, és akkor búzalisztnek különböző típusaiból szeretnék egy gyönyörű nagy Szent István napi kenyeret készíteni, vagy azt mondom, hogy elmegyek egy hozzáadott élesztő nélküli irányzatba, ami termék azért 40-48 óra alatt készül el, még jobban feltáródnak azok a fehérjék, amik a könnyebb emésztést biztosítják számunkra, és az ízvilága is egy teltebb. Ha szeret egy picit valaki a savanykás kenyeret, és ez azért természetes savak felszaporodásával is jár, ma még ez úgy kezd, ugye bejött a Covid, mindenki elkezdett otthon sütni, hozzáadott élesztő nélkül technológiával. Egy óriási előnye valami, a magyar pék szakmára is hatással volt, hogy hosszú érés, a hosszú technológia, 48 órás, 46 órás technológia, ennek egy pici nehézsége van a végén, hogy 10-12 órát temperált hűtött körülmények közt kell tartani, és úgy sütjük meg lényegében, fél órás pihentetés után sütjük meg a terméket. Mind a két terméknek megvan sok-sok előnye, és egy pici hátránya lehet. Nem biztos, hogy van, csak lehet. Ugye, ha megnézzük ezt a terméket, ez egy picit erősebben sült termék, nem biztos, hogy a hézatot azért mindenki elfogyasztja. Régen nagymamáink 2-2,5 óráig sütöttek egy 5 kilós kenyeret, annak a hézatát leverték, mert olyan vastag volt, ez volt a vert kenyér, de egy hétig elállt. Mi azt mondjuk, hogy ennek a kenyérnek 14 napot el kell állni, száraz körülmények közt. Nem becsomagolva, nem eltéve, nem száraz körülmények, egyetlen ruhával leterítve minden nap. Ma már senki nem vásárol 14 napra. Lehet ezért is vagyunk biztosak abban, hogy merjük ezt vállalni. De tesztek alapján, amit mi elvégeztünk, igen, nagyon fontos. Ebben a termékben ugye megjelent a burgonya, mint új elem. Eddig azért legalábbis a hajdúságban nem volt jellemző, hogy használjunk. Most maga a Pékszövetségi kiírás ajánlásként kérte, hogy kerüljön bele a burgonya pehely. Mi természetes burgonyát használunk, megfőzzük, és úgy kerül bele, sokkal sejmesebb bélzetet és egy másabb reses hézatot kapok. Picit pirul a hézat, azt látjuk azért ezen a burgonyától, de ez még az az állapot, ami szerintem bármelyik fogyasztónak kezelhető. És van a másik, az innovatív termék, amikor egy szakaszos kovászolással kovászolok 24 óráig, szakaszos kovászolással, és utána egy 3 órás dagasztás és hajtogatási művelettel érem el azt a állapotot, amit szeretnék, hogy a következő 12 órában még hűtőbe tovább fejlődjön, tovább alakuljon, és megfelelő sütési technológiával pedig végfogyasztóhoz kerüljön. Annak is nagyon sok előnye van, hisz pék szempontjából az a legkönnyebb délelőtt táblát, délelőtt készítem, elteszem hűtőbe,
egy ember szépen megsüti. Ebből a szempontból kényelmes termék. Ugyanakkor muszáj elmondani azt, hogy, és elsősorban csak az otthoniak figyelmét felhívni erre, hogy természetesen nagyon jó volt, hogy mindenki elkezdett otthon sütni. Mamáink is valamikor ezt csinálták. Tehát mint egy picit az ember nosztalgikus lett volna, hogy visszajön, és otthon mindenki kipróbálja. Kisebb-nagyobb sikerre, de mindenki a végére, mire a Covid lement, mindenki kiváló pék lett. De tagadhatatlanul hatással volt a pék. Természetesen, mondom az egész szakmára, tehát ezt az egyet biztosan. Ugye egy picit fel kell hívni a figyelmet, hogy nagyon meg kell nézni, milyen alapanyagot használok. Ezt nem teszek hozzá élesztőt, nem kezdem el irányítani, hanem a lisztben található gombákat kezdem el szaporítani. Na most erre szoktuk azt mondani, hogy mennél teljes kiörlésűbb egy liszt, annál nagyobb a valószínűsége, hogy lehet benne fuzárium gomba. Nincs, de lehet. Mindegyikben van különben valami. Mennél biobb egy termék, mennél biolisztet keresek, annál nagyobb a valószínűség az, hogy lehet benne fuzárium. Sülés közben, sütés közben ezek elpusztulnak ezek a gombák? Tovább, így van. És ugye ezeket a liszteket lassú körléssel állítják, nem kap egy bizonyos hőterhelést, mint a többi liszt, ahogy előállítják, ezért nagyobb az aránya, hogy belekerülhet fuzárium. Na most ezzel a 48 óra alatt, ha én a fuzárium gombát kezdem el szaporítani, nem tudom, mit szaporítok, igen, valamit megindítok. Ugyanúgy dolgozik, csak toxinokat termel. És a toxin nem kezd el sütés folyamán lebontani, hanem sajnos beviszik a szervezetbe. Ezért nagyon meg kell vizsgálni. Folytatni kell otthon, még több tapasztalatot szerezni, még jobbakat sütni, és otthon azért sok mindenki, ó, tegyünk már bele egy kis magot, mert én úgy szeretném, mert tegyünk bele egy pici fűszert, mert én azt szeretném kipróbálni. Szerintem a legjobb arra, hogy visszatérjünk egy régi trendre, amikor mindenki elkezdett otthon, ha mindenki emlékszik, édesanyám is hétvégén, mit sütött? Sütött egy kis kalácsot, egy kis túrós béles, sütött egy tepsi valamit, tehát mindig volt sütés. Erre a Covid rettentő jó volt, ha mindenki ráért otthon ezt elkészíteni. Viszont nagyon meg kell nézni az alapanyagot. Nagyon vizsgált alapanyagot kell csak fel, nehogy valaki ebbe az irányba elmenjen. Debreceni Egyetemmel szintén végzünk most egy vizsgálatot, ahol a kovászt teljesen genomszintig leszedtük, lebontottuk egy mikro részbe hány darab, tehát így megszámó hány darab gomba, és annak mi a típusa. És volt olyan kovász, amit általunk is ismert kovász, amit ki kellett zárni, annyira fertőzött volt, pontosan emiatt. Én még órákig el tudnám hallgatni, és sajnos az időnk lejárt, de az biztos, hogy meg fogom kóstolni a nagyapám kenyerét ebben köszönjük az évben. Szépen. Köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióra. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Most pedig egy korábbi beszélgetésünket mutatjuk meg újra. Két hónappal ezelőtt nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat a nyíregyházi Kapu Tibor, akit várhatóan jövő év első felében bocsátanak az űrbe. Kapu Tiborral Gál Tamás beszélgetett. Ki ne tudná, hogy vármegyénk szülöttje, Farkas Bertalan az első és mindez idáig egyetlen magyar űrhajós. Ki gondolta volna, hogy a másodikra 44 évet kellett várni. És ki gondolta volna, hogy ismét vármegyénkből jut el valaki a kivételes lehetőségig. Márpedig így van, néhány hete jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy a 32 éves Kapu Tibor lehet az ember, akit Magyarország hosszú évtizedek után ismét a világ űrbe küld. Nagy örömünkre az érintett elfogadta meghívásunkat, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt vagy nálunk a stúdióban. Köszönöm is a meghívást. És hát gratulálunk. Nagyon szépen köszönöm. Néhány héttel ezelőtt derült ki, hogy te vagy akkor az érintett, a kiválasztott. Milyen érzések kavarogtak akkor benned, amikor megtudtad ezt az információt, hogy bizony mehetsz? A hír igaz, 2,5 hete volt, hogyha jól vissza tudok számolni, bár megmondom őszintén, hogy az elmúlt 2,5 vagy akármennyi hét az elképesztően sűrű volt. Úgyhogy kicsit már összefolynak a napok. Az érzések, amik kavarogtak bennem, egészen természetesen volt öröm, hiszen az ember ugye a 14 hónapos kiválasztása és a 14 hónapos kiképzéssel utána így több mint 2,5 éve, nagyjából 2,5 éve már ezért dolgozott. Az öröm mellett volt egy olyan érzés, hogy tényleg felszabadultam és leesik a teher a vállamról, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy tavaly márciusban lettünk 4-en kiválasztva, mint űrhajós jelöltek a kollégáimmal, és az elmúlt 14 hónapot, ahogy az előbb említettem, mi vállak vetve csináltuk végig, szinte minden percét együtt töltöttük. Botorság lenne azt mondani, hogy kollégák voltunk, igazából ez jóval inkább a bajtársiasság és akár inkább a család felé húzott.
És mivel minden négyen egy pozícióra jelentkeztünk, amit csak egy ember érhetett el, ezért amikor a döntés megszületett, láttam az arcukon a letörtséget, ami rajtuk fellép, hiszen ők nem ülhetnek abban a székben, ahol most én ülök. És szerintem természetes, hogy egy ilyen közegben ennyi közös élmény után az ember nem maradéktanul boldog, hiszen hat rá az, amit a többiek éreznek, amit a társai éreznek. Úgyhogy kicsit ilyen kevert érzésekkel, kicsit ambivalens érzésekkel vágtam neki annak az éjszakának, de azt mindenképpen hozzá kell tegyem, ugye én lettem a kiválasztott és Gyula a tartalékosom, és amikor Gyula, illetve egyébként a többiek is, amikor megtudták, hogy ami sikerült, az nekem sikerült, az az öröm, amit akkor tényleg őszintén tanúsítottak felém, az valami olyasmi, amire a következő hónapokban, években nyugodtan tudok támaszkodni. A rengeteg más egyébként közös momentum és élmény mellett, hiszen az a csapatmunka, ami innen következik és meg is kell, hogy legyen, az ilyen fontos élményekre tud alapulni. Úgyhogy egymás örömének őszintén tudunk örülni. Az egészen természetes, hogyha az emberek nem jönnek össze a céljai, akkor maga miatt kicsit letört. Beszélsz itt az emberi tényezőről, de van egy másik emberi tényező is, ez pedig a család. Hogy a család mit szólt, amikor megtudták a hírt? Ugye el szoktuk mindig mesélni, hogy május 26-án történt a kiválasztás. Mi azt tudtuk, hogy akkoriban lesz, de az, hogy pontosan azon a dátumon lesz, az csak 2 nap előtt tudtuk meg. Azért érdekes ez a dátum, mert éppen 44 évvel azelőtt bocsátották fel Farkas Bertalant, akiről az imént szó volt. Nem véletlenül volt akkor ez a dátum, gondolom. Igazából az univerzum akarta így, hogy őszinték legyünk, és aztán tényleg nagyon gyorsan elmesélem, hogy az a konszenzusos döntés, ami meghozta, hogy akkor mi négyünk között a sorrend, az pedig épp 20 óra 20 perckor lett aláírva, ami egyébként a pontos időpontja annak, amikor a Bercit felbocsátották. Azért meséltem csak ezt el, mert ugye, ahogy szintén a Felkofban elhangzott, Szijjártó miniszter úr egyből másnap reggel be is jelentette a kiválasztásnak az eredményét, magát a döntést. Ezért nekem szüleimnek nem volt nagyon-nagyon sok időm elmondani hogy alakult az elmúlt 14 hónapomnak a végeredménye. Nem is tudták egyébként, hogy pontosan aznap lesz a kiválasztás. Haza is kellett volna egyébként jönnöm Nyíregyházára, hiszen nekünk a családban eleve nagyon nagy a család, és május vége körül 5 születésnapot is ünneplünk, és aznap május 26-án egy nagyon szép vasárnapi nap volt, ami mindenkinek jónak ígérkezett, még nekem is, egy ilyen hatalmas nagy születésnapi ünneplésre. Mégsem tudtam végül jönni, hiszen aznap volt a döntés. Személyesen viszont mindenképpen el szerettem volna mondani, ezért történt az, hogy a döntés után egyből autóba pattantam, és hajnal 3-kor érkeztem haza Nyíregyházára, fel is hívtam apát, hogy ne féljen, nem rabló jön be, nem betörő jön be a házba, hanem csak én vagyok. És közöltem velük a jó hírt, elképesztő boldogság, de azért azt is látni kell, hogy anyán és apán a féltés és a büszkeségnek a különböző arányai jelentkeznek mindig. Gondolom nem egyszerű ilyenkor. Nem egyszerű ilyenkor. Anyának rengetegszer mondtam el, hogy miről is szól valójában az űrutazás, és milyen rizikók vannak benne, de, és hogy mennyire biztonságosabb ez már, mint mondjuk 10-20 vagy 30 évvel ezelőtt. De az anyai féltés, ami ilyenkor benne van, az szerintem az mindig is ott lesz, és ez mindig fellép. Emellett az a boldogság és az a támogatás, amit ők tanúsítottak felém, az egészen elképesztő volt. Remélem, hogy lesz időm még arról beszélni, amit szóba hoztál, hogy mennyire biztonságos, vagy biztonságosabb, mint 30 évvel ezelőtt, de még azért arra kíváncsi lennék, hogy mire gondoltál akkor, vagy gondoltad volna egyáltalán azt, hogy eljutsz ide, amikor beadtad a jelentkezésedet, hiszen itt közel 250 jelentkező volt. Így van, 247-en kezdtük azok, akiknek érvényes volt a pályázata, és aztán a következő fordulók során egyre és egyre kevesebben lettünk, egész nagy számmal is szűrtek ki egy-egy fordulónál embereket. Nem gondoltam volna egyáltalán, sőt azt kell mondjam, hogy amikor még 4-en voltunk, vagy akár eleve amikor 8-an voltunk egy kicsit előtte, egyikünk se gondolta volna, hogy egészen odáig eljutunk egyáltalán. Szerintem a 247-ből nagyon-nagyon kevés ember adta be úgy
a pályázatot, hogy ez nekem biztos, hogy sikerülni fog. Az ember lát egy ilyen lehetőséget, ezt ki kell használni egészen természetes, sőt, ez egy olyan dolog, amire nekünk fel is kell hívni a figyelmet a gyermekeknél, a kisiskolásoknál, így is kell inspirálnunk őket, hogyha látnak egy ilyen lehetőséget, vagy adódik egy ilyen lehetőség, akkor mindenképpen használják ki, hiszen mit veszíthetnek. Úgyhogy nem gondoltam volna egyáltalán, sőt, még aznap este, amikor megszületett a döntés, sem gondoltam volna, hogy így alakult, de hát természetesen nagy az öröm. Egy nyíregyházi, illetve vármegyei televízióban vagyunk, úgyhogy beszéljünk egy kicsikét a lokál patriotizmusodról, már ha egyáltalán létezik. Teljes mértékben. Így van. Arra lennék kíváncsi, hogy mennyiben érzed tényleg ezt a sikert úgy, hogy ez a nyíregyháziasságodnak is köszönhető. Nem volt rengeteg alkalmam arra, hogy ezt átgondoljam, de az, hogy részese Nyíregyháza ennek az egész sikernek, az tagadhatatlan. Mind egy közösségi élményként, hiszen tényleg a mai napig rengeteg támogatást kapok innen, mind barátoktól, mind családoktól, mind egyébként bárki, aki nyíregyházi, vagy bárki, aki Szabolcs vármegyei, rengeteg ilyet hallottam már, hogy a Tibika, mi fiunk, azóta csak ez hangzik el minden ilyen rendezvényen, aminek őszintén nagyon örülök, hiszen ez egy ilyen összetartozási érzést fejt ki az emberekben. És mind olyan értelemben is sikere van Nyíregyházának ebben, hogy tényleg én itt nőttem fel, nem csak a tanáraim neveltek, a szüleim is itt neveltek, a barátaim is itt neveltek, így szereztem meg azokat a nagyon-nagyon meghatározó gyermekkori élményeimet, ez egészen 18 éves koromig, amiket eltettem a Batyumba, és azóta is formálnak engem, illetve személyiségem alapját adták. Úgyhogy erre a származásomra én elképesztően büszke vagyok, és nagyon-nagyon-nagyon szívesen jövök ide mindig vissza, amikor van időm. Most is a Krudiból jössz. Ugye, egy elég kemény napon vagy túl, mondhatjuk azt, hát ha nem is igen. Szétszedtek ott a Krudi tanulók és a tanárok, de gondolom azért nagy örömmel, nagy szeretettel fogadtak, és alig akartak elengedni ide a stúdióba. Így van. Hát szerkesztőnek ott kellett volna lennie tényleg, mert azt, ami ott történt, azt nehéz elmesélni. Több száz diák, a teljes tornaterem tele volt, éreztem azt a vibrálást, azt a szeretetet, amit tőlük kapok, azt a lelkesedést, azt az érdeklődést. El is meséltem nekik még a beszédem, vagy beszélgetésünk elején, hogy nem sok olyan alkalom volt, hogy én ilyen körülmények között léptem be a gimnázium falain, vagy gimnázium ajtaján. Úgyhogy felemelő érzés volt tényleg, nem gondoltam volna, hogy egyáltalán ennyire érdekelhet őket a téma, de valahol, hogyha belehelyezem az ő helyükbe magamat, akkor valószínűleg én is büszke lennék erre. Úgyhogy tényleg igen, Krudiból jövünk, remélem, hogy még jövünk is majd többször. El is lett rengeteg tekintetben mondva, hogy vissza is kell jönnem ide, amikor majd az űrrepüléssel végeztünk, úgyhogy nem az utolsó alkalom volt. Felvezetőben is elhangzott, hogy Farkas Bertalan, ugye az első magyar űrhajós, ő is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei. Mi a véleményed erről a véletlen egybeesésről? Ez nem véletlen. A szabolcsi levegőben van valami. Ez most már teljesen biztos. Természetes, hogy nem a saját érdemeimet szeretném itt kihangsúlyozni, de azt valóban gondolom, hogy ez a víz, ez a föld, ez a levegő itt valamit tartogat magában, mert nagyon-nagyon sok sikeres ember indul útjára a mi szeretett kis megyénkből. Úgyhogy ez valami olyasmi egyébként, amit minden esetben szeretek hangsúlyozni, amikor elmegyünk rendezvényekre, amikor beszélhetek valakivel erről. Az üzenet az valójában inkább az, hogy bármilyen messziről is jöjjön az ember, és bármihez is szeretne kezdeni, kitartó munkával, alázattal, empátiával, őszintességgel tud oda jutni, ahova szeretne. Ha ez a messzi hely, ez Nyíregyháza, egyes iparokban, mint az űripar, lehet, hogy még több esélye is van. És azért még hadd tegyem hozzá, mint gyakorló szülő, hogy azért nem mindegy a támogató közeg sem, ugye? Ez mert ugye erről is beszéltél, meg egy korábbi interjúban is mondtad, hogy azért a család is támogat, és hát ugye ott van az iskola és a nevelő intézmények. De beszéljünk arról, hogy ugye hát ez nem egy kirándulás lesz, hanem ez egy komoly küldetés. Most hogyan tovább? A nyáron még itthon maradunk Gyulával. Edzünk, tanulunk,
repülünk, ahogy eddig is, úgyhogy a nyárnak a nagy része az úgy fog tenni, ahogy eddig, bár a sok média szereplés is tényleg aminek elképesztően örülünk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy sok helyre emeltünk, az egy kicsit különlegesebbé teszi majd a következő időszakot. Ősszel fogunk kiköltözni Amerikába, nagyjából, ahol megkezdődik majd a küldetés specifikus tréningünk, ez az Axiom Space nevű magánvállalat nyújtja nekünk. Felkészítik azt a 4 embert, amik közül az egyik én vagyok, aki majd abban az űrkapszulában ül, és elkezdi a hajszáját az űrállomás felé, majd dokkol, majd elvégzi fönt a kísérleteket, illetve kiképzik persze Gyulát is és egyéb tartalékosokat, akikről még egyébként sok mindent nem tudunk. Aztán meg lesz határozva valamikor a felbocsátásnak, a startnak a dátuma, ezt sem tudjuk még pontosan. A idén év vége a leghamarabbi verzió, és jövő év első vagy második negyedéve, ami még, sőt, talán még inkább szóba jöhet. De a valódi lényeg az valóban utána következik azon a 30 napos küldetésen, amit mi föntöltünk az űrállomáson, ahol én, mint magyar űrhajós, kizárólag magyar kísérletekkel fog foglalkozni, magyar kutatócsoportok, magyar vállalatok, magyar egyetemeknek a beadványai. Azt reméljük, hogy nekik ez a utána lévő, utána következő tudományos, illetve ipari életükben egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő lesz, és majd azon eredmények által, amit mi közösen érünk el velük, tudnak majd prosperálni ebből. Lehet erről tudni valamit? Lehet. Vannak már olyan kísérleteink, amik megvoltak gyakorlatilag a program indulása előtt is. Ez mindaz annak köszönhető, hogy a magyar űripar az nem egy új keletű dolog, ez nagyon komoly gyökerekre vetíthető vissza. Igazából már Berci felbocsátás akkor 44 éve is magyar eszközöket vitt fel a Szajút űrállomásra. Itt meg lehet említeni a Balaton műszertét, meg lehet említeni a Bille nevű dozimétert, ami egyébként hatalmas sikernek örvend azóta is az űriparban, a nemzetközi űriparban. Az elmúlt 44 évben nem igazán volt olyan időszak, amikor a Pille valamelyik verziója ne teljesített volna szolgáltat az űrben, akármilyen űrállomásokon vagy űrsiklón. És egészen természetes, hogy ennek valamilyen utódját, azt mi is fölvisszük majd az űrállomásra. Úgyhogy sugárzásméréssel fogunk foglalkozni, ez az egyik témánk. De tényleg ez egy olyan tudományterület, ami Magyarországnak rengeteg öröksége van, és az ilyen stabil űripari tudományainkra kell építenünk. Vannak orvosbiológiai kísérleteink is, itt főleg arra kell gondolni, hogy sok paramétert mérünk az űrhajóson, és megpróbáljuk ezeket összehangolni, megnézzük, hogy ezen paramétereknek milyen hatása van a másikra. Van olyan kísérletünk is, ami növénytermesztéssel foglalkozik, ez a Debreceni Egyetem gondozásában van. Főleg paprikáról beszéltünk eddig, ez lehet majd a későbbiekben más is. Sok más egyéb, jó tulajdonsága mellett a hosszú távú űrözésben ez majd rengeteget tud segíteni. Aztán van egy gyógyszerkísérlet, ami gyógyszerkísérletnek mondható, de valójában inkább termékfejlesztés. Ez arra irányul, hogy megvizsgáljuk nagyon könnyű módszerrel, ezt a könnyűséget ezt kell érteni súlyban is, illetve az eszköz bonyolultságában is, hiszen az a célunk, hogy egy olyan terméket fejlesztünk ki, ami egy sugárzást elszenvedett gyógyszerről meg tudja mondani nagyon könnyen is, ahogy említettem, és egyszerűen, és gyorsan, hogy ez még működik-e vagy nem. Vagy fel fog villenni egyszer csak egy zöld lámpa, és azt mondja, hogy igen, ezt az algopirint még be lehet venni. Csak mondtam egy példát. Bocsánat, hogy a szabadba vágok, még egyetlen egy témára nagyon kíváncsi vagyok, mert ugye ezt azért már a beszélgetésünk elején említettük, hát ez pedig ugye, ahogy a szüleid aggódnak, tehát hogy, igen. És akkor mondtad nekik, hogy teljesen más, mint 30 évvel ezelőtt a biztonság, mennyiben más? Hogy azért nem mondom, hogy ne aggódjunk, de azért egy kicsikét nyugodtabbak lehessünk mi is. Az űrutazása sosem lesz rizikómentes. Gyakorlatilag nincs olyan űrrepülés, aminek folyamán, és itt most tényleg az egészen párnapos küldetésektől a egyhetes, kéthetes, négyhetes és fél éves időtartamokról tudunk beszélni. Valami mindig történik, aminek nem kellett volna történnie, de a legtöbbször ezt meg lehet oldani. A legeslegnagyobb rizikó, amit tényleg mindig van, az mindig a felbocsátás és a visszatérésnek az időtartama. Látni kell, hogy ez a pár perc, amíg kijutunk az űrbe, legyen most leegyszerűsítve 10 perc,
az egy 6 hónapos költésnek a rizikóinak a 90%-át elviszi. Az a jó hír, hogy manapság nem lehetnek olyan emberszállító eszközök, amik ne, és most nyilván űriparról, űrrepülésről beszélünk, amik ne lennének felszerelve olyan küldetés megszakító eszközzel, ami akkor élesedik, mikor maga a rakéta az éppen egy hibát szenvedne el, vagy akár fel is robbanna. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy 70 méteres rakéta, ez nagyjából egy 20 emeletes háznak felel meg, és annak a felső pár métere az a kapszula, amiben majd mi négyen csücsülünk. Hogyha az alatt lévő rakétával bármi történik, akkor az a kapszula érzékelni tudja, és repülés közben beindítja a saját kis pici rakétáit, és ez lerántja a rakétáról. Kicsit nagyobb terhelést fog szenvedni olyankor az űrhajós, de biztonsággal tud ejtőanyagokkal landolni az óceánban, és így történhet meg az, hogy maga, ami a valóban nagy rizikót viseli, ugye maga az üzemanyag a rakétában, ha azzal bármi történik, akkor mi még mindig meg tud menekülni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, büszkék vagyunk rád, és sok sikert kívánok. Köszönöm én is. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Új műsorral legközelebb szerdán várjuk Önöket. Számítunk a figyelmükre akkor is, viszontlátásra.